Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat a Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Ma egy egészségügyi témába merülhetünk el, és erre az alkalomra két vendégem csatlakozott hozzám. Egyikőjük itt van a stúdióban velem együtt, nem más, mint Nagy Rozália, és dr. Láng László csatlakozik online hozzánk, projektmenedzser a Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas rendi nővérek egyesületénél, Szatmárnémetiben, illetve házi orvos. Velük együtt ma egy olyan témát fogunk megbeszélni, tárgyalni, amely a mellrákról szól, és meghívom önöket, hogy kövessék figyelemmel a mai adást. Köszöntelek benneteket, örülök, hogy csatlakoztatok hozzám, és örülök, hogy ebben a formátumban összetudjuk hozni a mai beszélgetést, a mai témát. Én is köszöntelek, és köszönöm a meghívást, és a nézőket is köszöntöm szeretettel. Szeretettel üdvözlöm Szatmárnémetiből a nézőket, önként, és hogy erről nagyon aktuális témáról tudunk ma beszélgetni. Köszönöm a meghívást. Valóban egy aktuális téma, amit előveszünk, hiszen az októberi hónapban mellrák elleni kampányt szoktak végezni, és október 1-én pont ebből adódóan ünnepelik a mellrák elleni küzdelem világnapját. Ez alatt az idő alatt sok nő és sok szakember hívja fel az embereknek a figyelmét arra, hogy milyen ez a betegség, miről szól ez a betegség, mind mentek ők keresztül, és pontosan ezzel a céllal csatlakoztunk mi is a mai beszélgetéshez, illetve hozzuk létre a mai adást, hogy segítsünk a nézőknek és a hallgatóknak, akiknek esetleg kérdéseik lehetnek ezzel a betegséggel kapcsolatosan, vagy akár diagnosztizálták ezzel a betegséggel, hogy nekik tanácsokat fogalmazzunk meg, és egy segítséget nyújtsunk a számukra. Rozália, te a saját élettapasztalatodat fogod megosztani velünk, hiszen, ha jól értettem, akkor 2019-ben diagnosztizáltak mellrákkal, és dr. Láng, ő egészségügyi szempontból fogja kiegészíteni a mai témát, és örülök, hogy ezzel a céllal ma csatlakoztatok hozzám. 6 főpontot terveztünk, amit együtt tárgyaljunk át a mai beszélgetésre. Remélem, sikerül ezeken átmenni. Azért elég sok kérdéssel készültem, de remélem, hogy sikerül átbeszélni valamilyen szintű részletességgel mindegyiket. Az első fázisában a beszélgetésnek beszélünk egy kicsit a diagnosztizálásról és a tünetekről, aztán beszélünk a melráknak a stádiumairól és a kezelésformákról. A harmadik pontban beszélünk a kezelés nehézségéről és az erre való pszichés felkészültségről, arra, hogy valaki át tudja vészelni ezt a betegséget. Utána rátérünk az életstílus befolyására is, és a végén meg fogjuk említeni egy néhány információ keretén belül az áttéteket és a kiújulást is. És azt javasolom, hogy kezdjük el a beszélgetésünket, és akkor érintsük az első pontot, ami a diagnosztizálásról szól és a tünetekről. Az lenne, Rozália, a kérdésem felét, hogy mikor diagnosztizáltak mellrákkal, ugyebár én ezt említettem, de szeretném, hogyha részletesebben kifejtenéd az élettörténetedet ilyen téren. Hogyan történt a diagnosztizálás, milyen tünetek által fedezted fel, vagy jöttél rá arra, hogy jó lenne orvoshoz fordulnod, és mennyi időt telt el azóta? Megpróbálom minél természetesebben átadni azt, hogy hogy éltem meg ezt az időszakot, hogy kezdődött. Nem egy egyszerű dolog, és ami benne a legfurcsább, hogy nagyon nehéz a tüneteket észrevenni. Tehát nem egy olyan, amit egyből észreveszel, megfájdult valamid, és akkor orvoshoz folyamodsz. Ott kezdeném, hogy január vége, február eleje volt 2019-ben, amikor egy csomót vettem észre a mellembe. Nem nagy, nagyon picike volt, csak ilyen kis fájdalommal járt, ha tapintottam. És ez úgy egy-két hétig volt, és utána meg
rohamosan kezdett a mellbimbom visszafele húzódni, tehát befele, ami már is feladta a gondolatot nálam, hogy ez a mellrák jele lehet. Nem is sokára folyamodtam orvoshoz, tehát ultrahangvizsgálatra. 2 hét kellett, amíg időpontot kaptam. Hát elég nehéz időszak volt, mert ugye gondoltam, hát ha mégse, de ott volt, hogy mégis az. És mikor elmentem az orvoshoz, és megvolt az ultrahang, hát az orvos nem mondta, hogy nem tud semmi biztatót mondani, sajnos. Ugye, hogy még nincsenek nagyobb vizsgálatok, ugye csak a mell ultrahang, de mégis ő el tudja mondani azt, hogy onkológushoz kell fordulni, mert sajnos ő, amit lát, az rákos daganat a mellembe. Na, és ez volt egy délután. Persze nagyon gyorsan pörgött az idő utána, mert onkológushoz fordultam, ott aztán kezdődtek a többi kivizsgálások, ami elég nehéz volt, mert nehéz időszak már mint úgy fizikailag, mint lelkileg volt egy ilyen nehéz időszak. Én gondolom bárkinek, bármilyen betegségnél, de amikor ezt kezd, akkor egy ilyen nehéz az egész család részére elég nagy megpróbáltatás volt, de hál' Istennek, hogy eléggé jól tudtam én is, és a család is vészelni ezt. Az onkológus persze azonnal vérképet kért, és utána újra ultrahang, mammográfia, CT, tehát sorra pörögtek nagyon gyorsan az események. Egy darabig, amíg a biopsziát vették, és miután az, utána következett egy nagyon nehéz időszak, egy olyan körülbelül 3 hetes időszak, ami a várakozás idő. Gondolom mindenki tudja azt, hogy a várakozás nem jó. Hát lehet, hogy jó, amikor jó irányba vagy, de mikor egy ilyen helyzetben nem jó a várakozás, nagyon nehéz. De hát ugye ugyanazt csak megerősítették, ami az addigi vizsgálatok kimutattak. A szövettanvizsgálat is megerősítette, hogy igenis, már rákom van. Uh-huh. Tehát ez volt nagyjából az, ami az első része volt. Azt mondom, hogy nehéz időszak volt, de a nehéz időszak utána jött. Hmm. Maga a kezelése, gondolom. Igen, és... igen. Doktor úr, itt elhangzott nagyon sok szó, orvosi szempontból vérvizsgálat, CT, biopszia. Egy pici rendet tudna tenni a mi gondolatainkban, és el tudná magyarázni, hogy hogyan történik a diagnosztizálásnak a folyamata? Igen, onnan indulnék ki, hogy két esetről, két fő esetlegességről tudunk beszélni. Az egyik az, amikor a páciens maga fedezi föl a csomót, vagy valamilyen elváltozást a mellen, a mellben, és ezért fordul orvoshoz, és a másik, a szerencsésebb eset, és tulajdonképpen a beszélgetésünknek talán egyik célja éppen az, hogy a szűrővizsgálatnak fontosságára felhívjuk a figyelmet, tehát a másik eset, amikor minden tünet nélkül valaki elmegy egy mammográfiás vizsgálatra, vagy egy mellultrahangos vizsgálatra, itt azért szeretném elmondani, 45 év fölött ajánlatos mammográfiát végeztetni, 45 év alatt a sűrű mellstruktúra miatt talán az mellultrahang vagy ekográfiának is nevezik a választandó módszer, és ezáltal derül ki sokszor, hogy egy föl nem fedezett és arra nem tudott melldaganatról van szó, illetve a tünetes esetekben, ahogy a kedves páciens is elmondta, Rozália, mellben tapintható csomó, vagy esetleg pónajban tapintható csomó,
vagy az a bizonyos narancs héttünet, ami azt jelenti, hogy a mell bizonyos részén a bőr megvastagszik, ilyen pontozottá, duzzadtá válik, mint a narancsnak a héja ahhoz hasonlít, vagy bepirosodik a bőr egy adott felületen, vagy váladék ürül a mellből, ami addig ugye nem volt, vagy éppen behúzódik a mellbimbó, ami addig szintén nem volt jellemző. Tehát ezekkel a tünetekkel fordulnak általában orvoshoz, amit egy fizikális vizsgálat követ normál esetben, egy anamnézis, tehát kikérdezik a beteget kórelőzményről, családi előzményekről, volt-e már a családban, előfordult-e már melldaganat, életmódbeli kérdésekről, táplálkozásról, hormon készítmények szedésén, stb. Ha ezek megvannak, akkor következik az úgynevezett képalkotó diagnosztikai csomag. Amint mondtam, 45 év fölött elektíven mammográfiát kérnek, ez egy röntgen technikával történik, átvilágítják tulajdonképpen röntgen sugarakkal a mell mirigyet, és ott esetleges tömöttebb, csomós elváltozásokra, vagy mészlerakódásos gócukra figyelnek, ezeket keresik, illetve a hónajban látható nyirokcsomókat próbálják megláthatóvá tenni, amennyiben vannak. Illetve második lépésben általában ennek kiegészítésére mell ultrahang vizsgálatot vagy ekográfiát végeznek. Ez a kettő tulajdonképpen, ezt szoktam mindig mondani a betegeknek, hogy nem helyettesíti egymást, hanem kiegészíti egymást, olyan, mint egy kép, akkor kapunk egy teljes képet, hogyha annak egyik és másik komponense is egymás mellé van helyezve, ez a kettő nem fedi, nem helyettesíti egymást. Tehát van, amely képleteket jobban lehet mammográfiával diagnosztizálni, van, ami jobban látszik az ultrahangos vizsgálat alkalmával. Amennyiben, tehát az esetek azok úgy néznek ki, hogy vannak egyértelműen negatív esetek, amire azt mondjuk, hogy hál' Istennek nem látható semmi kóros elváltozás a mellben, illetve vannak sajnálatos esetek, amikor azt mondjuk, hogy hát sajnos, ahogy az esetében is, ugye már az első vizsgálatkor egyértelmű volt, vagy a lelet arra utalt, hogy ez egy rossz indulatú folyamat. A gond még az is, hogy vannak határérték, vagy határesetek, amikor is hát gyanús képlet látszik, nem mondhatnánk azt rá egyértelműen, hogy rossz indulatú, se azt, hogy jó indulatú, megnyugtatóan, és ilyenkor általában mell, MR, magnetorezonanciás, vagy ahogy nálunk mondják, Remen vizsgálatot is szoktak javasolni kontraszt adatbeadásával, még pontosabb képet ábrázol a mellről, illetve a figyelmünket elviszi arra, hogy ez esetlegesen rossz indulatú vagy jó indulatú csomó lehet a mellben. Amennyiben ezek a vizsgálatok fölvetik a gyanúját egy rossz indulatú csomó elváltozásnak, akkor következik a biopsziás mintavétel. Manapság már ezt azért elég ügyesen, ilyen vékony tű biopsziával, helyi érzéstelenítésben végzik, nem is jár különösebb traumával. Ezt általában célzottan ultrahang vezérelve keresik meg az illető csomót, és onnan veszik ezzel a tűvel a mintát, aminek a következménye az, hogy szövettani vizsgálatot végeznek ebből. Hát ez az a pár hetes várakozási idő, ezt megértem, hogy megterhelő ebben a stresszben végigcsinálni. Ennek a biopszia mintavételnek tulajdonképpen kettős célja van. Az egyik az, hogy igazolja azt, vagy zárja ki, hogy rossz indulatú folyamatról van szó, és amiről eddig talán kevesebbet beszéltünk, viszont az utóbbi 10 év vagy 15 év nagy vívmánya, hogy speciális festési eljárásokkal meg tudják nézni azt, hogy milyen speciális receptorok vannak az esetleges malignus rosszindulatú sejtek felszínén, amivel a kezelés szempontjából ki tudjuk választani, hogy ennek a betegnek ez a szövettani típusa milyen kezelésre fog valószínűleg a legjobban reagálni. Tehát ezeknek a immunhisztokémiai festési módszereknek ez tulajdonképpen a nagy hozadéka.
Ezen kívül vannak természetesen kiegészítő laborvizsgálatok, ezek lehet tumorantigéne, hormonstátus vizsgálat, vagy kiegészítő CT, hogy már startból megnézik, hogy van-e esetlegesen áttét, látható áttét mellkasban, hasban, alhasban, de ezek inkább kiegészítőek. A lényeg az, és összefoglalnám akkor, tehát orvosi vizsgálat, épalkotó diagnosztika, mammográfia, mellultrahang, esetleg mell-MR, és a harmadik komponens az a biopszia és a szövettani vizsgálat. Köszönjük szépen a magyarázatot. Áthaladnék a második pontra, ami maga a mellrák stádiumairól szól. Rozália, neked melyik stádiumban diagnosztizálták a mellrák daganatot? Nálam a szöveten vizsgálat eredményei alapján a hármas stádiumú mellrákot fedezték fel, ami hát nem azt mondom, hogy a legsúlyosabb, de se nem a legenyhébb volt. Tehát ez volt az, ami nekem. És hogy lehetett ebben a stádiumban segíteni az állapotodon? Hát ebben a stádiumban nekem a kemoterápiás kezelést ajánlották, ami 8 ilyen kezelést vett igénybe, amit 3 hetente kellett végezzek, ami nem mindig sikerült, mert ugye voltak olyan dolgok, hogy ugye az immunrendszert nagyon leveri, és akkor a fehérvér sejtjeimük nem akartak dolgozni újra injekciókkal, de egyszer-kétszer történt meg, hogy egy kis elhalasztással tudtam eztet végbevinni. Aztán meg következett a herceptines kezelés, ami egy injekciós kezelés, az is aztán egy évig még, 3 hetente, de eközben volt a mellműtétem is. Tehát a vége volt a 8 terápiás kezelésnek, talán 1-2 herceptint kaptam, utána meg volt októberben, aztán meg volt a mellműtétem is. Uh-huh. Tehát 3 típusú kezelést kaptál erre a daganatra. Nekem ezek voltak, igen. Doktor úr, milyen fajta kezeléseket szoktak kiszabni, és a mellrák különböző stádiumára? Esetleg először meghatároznánk, hogy milyen stádiumok léteznek a mellrákra, és akkor utána azt, hogy mindegyik stádium milyen kezelést igényelhet. Igen, van ennek egy tudományos orvosi stadializálása, de azért, hogy a nézők számára ez érthető legyen, én onnan közelíteném meg a dolgokat, hogy a terápiás stratégiát nagy vonalakban az határozza meg, hogy mennyire lokalizált, helyben maradó, kezdeti állapotban levő, vagy mennyire előre haladott az adott daganat. A legszerencsésebb eset, amikor úgymond in situ karcinómáról vagy daganatról beszélünk, ez azt jelenti, hogy csak ott helyben minimális kis csomó formájában léteznek rossz indulatú sejtek, ezek egy csomóban vannak, nem terjedtek tovább a nyirokerek mentén, az idegszálak, az mentén nem szóródtak a hónai nyirokcsomóba, illetve nem szóródtak a daganatos sejtek más belső szervbe, majd erről külön lesz szó, hogy úgynevezett áttétet képez. Példaként elmondanám, hogy az egyesület, ahol dolgozom, 3-4 éves időszakban szűrővizsgálatokat szervezett, és egy 62 éves hölgy lánya unszolására végül is beadta a derekát, hogy elmenjen egy ilyen szűrővizsgálatra, bár mindig azt mondta, hogy neki semmi panisza nincs, neki nincs fájdalma, nem érez semmi csomót, miért menne ő szűrővizsgálatra. Mindegy, a lánya addig-addig unszolt, amíg rávette, hogy az anyukája elmenjen és részt vegyen a szűrővizsgálaton, ahol a mammográfia vizsgálat egy gyanús képletet mutatott ki az egyik mellben. Ebből utólag mellultrahang vizsgálat után egy vékonytű biopsziás vizsgálat igazolta a rossz indulatú daganatot, daganatos sejtek jelenlétét. Ennek hatására ugye az onkológus meghatározta azt, hogy egy kezdeti bevezető stadion, tehát lokalizáló kemoterápiás
programban részesült, ahogy Lazárja is elmondta, 6 minutos szülésből áll egy ilyen kezelés, ami gyakorlatilag megállít daganatos sejtek szaporodását, és ezután műtétileg eltávolították a daganatot, szövettani vizsgálat igazolta utól, hogy a daganatot teljes mértékben sikerült eltávolítani, épp szövetig metszették ki, semmilyen szórási jel nem volt, és hát abban a szerencsés esetben volt, hogy semmilyen utólagos kezelést nem kellett végeznie, se kemoterápiát, se sugárterápiát. Tehát ezért azért mondtam el ezt az esetet, hogy érzékeltessem annak a fontosságát, hogy minél korai stádiumban fedeznek fel egy daganatot, annál nagyobb a gyógyulás sikere, 100%-os, és még esetleg komolyabb utólagos kemoterápiás vagy sugárterápiás eljárása sem feltétlenül lesz szükség. Most ugye az előre haladottabb stádiumban felfedezett daganatoknál, amikor a bizonyos lebeny határt meghaladta a daganat, vagy ha esetleg a nyirokerek mentén a szövettani mintából látszik, hogy tovább terjedhetett a daganat, vagy a nyirokcsomókban, a szentinel nyirokcsomóknak, felvigyázó nyirokcsomóknak nevezik őket a hónajban, ezeket eltávolítják, és megnézik, hogy van-e esetleg rossz indulatú sejtnek benne, amennyiben van, természetesen előszöri, ugye egyszeri citosztatikus kezelésre vagy kemoterápiára van szükség, amikor sikerül stadializálni, megállítani a sejtek szaporodását, akkor következik a műtéti beavatkozás, a daganat eltávolítása, és utána biztonsági kemoterápiás kezelés következik, vagy amennyiben szükségesnek mutatkozik sugárterápiás kezelés, kiegészítésképpen és újabban már azért vannak olyan kutatási eredmények, hogy bizonyos immunterápiákat is be tudnak vetni, tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek a szervezetnek a saját sejtjeit aktivizálják, védősejteket aktivizálják, és a daganat ellen fordítják. Itt tulajdonképpen nagy titok az, hogy a daganat sejtek elbújnak tulajdonképpen a védekező immunrendszer elől, és ezzel az immunterápiával tulajdonképpen újra láthatóvá tudják tenni őket, felfedik őket a roncsoló sejtek előtt, és ezáltal igen komoly sikereket lehet elérni. Nagyon komoly eredmények vannak az utóbbi években ilyen téren, reméljük, hogy 5-10 éven belül forradalmasítani fogja a daganatos betegség, nem csak a melldaganatok, de a daganatos betegségek kezelését is. Műtét után, kemoterápia, sugárterápia után, amennyiben fölmerül az, hogy hormonérzékeny az adott rosszindulatú daganat, az esetek egy jó részében, így van, akkor ajánlatos hosszabb ideig, általában 5 évig, hormongátló gyógyszereket szedni, amikor a szervezet hormonális, a hölgyek, nők hormonális státusát úgy vagyunk képesek befolyásolni, hogy az ne serkentőleg, hanem éppen gátlólag hasson a daganatos sejtek létére és szaporodására. Nagyon fontosnak tartom itt még továbbiakban a rehabilitációt, tehát ugye egy beavatkozás maga a daganatos betegségen való, vagy ezen a betegségen átmenni, ez egy nagyon komoly harc, egy pszichés kihívás, egy fizikai megterhelés. A kemoterápia az nagyon igénybe veszi a szervezetet, akár az általános státus is igen-igen lerombant, leharcolt állapotba kerül, mert ebből fölépülni fizikális támogatásra és pszichés támogatásra is nagyon szükség van, tehát ezeket sem szabad elhanyagolni. Tehát nagyjából ezek lennének a stadializálás és az ebből adódó kezelési elv. Doktor úr, lenne még két kérdésem. Az egyik a mellszűréssel kapcsolatos, mivel ebből a példából indultunk ki ennél a kérdéssorozatnál. Azt kérdezném, hogy mennyi időre ajánlott ezt a szűrést a hölgyeknek elvégezni. És a második kérdésem pedig a kezelési módszerekkel kapcsolatos. Léteznek alternatív kezelési módszerek a mellrák gyógyítására?
Az első kérdésre a válasz az, hogy a szűrővizsgálatokról akkor beszélhetünk, amikor teljesen tünetmentes beteg fordul orvoshoz, illetve vesz igénybe a szűrővizsgálatot, egy fel nem fedezett, amiről nem tudtunk, potenciális betegség kiszűrésére. 50 év volt a nemzetközi szabványok szerint meghatározott életkor, ami fölött javasolták a mammográfiás vizsgálatok rutinszerű végzését. Kezdetben évente, de az utóbbi 10 évben már 2 évente javasoltak tünetmentes hölgyeknek 50 év fölött vizsgálatot, mivel azt tapasztalták, és ez egy általános trend, hogy a rossz indulatú daganatok egyre fiatalabb korban is megjelennek, sajnos valószínűleg környezet és életmód viteli okokra visszavezethetőleg. Ezért most az amerikai onkológiai társaság úgy tudom, hogy már módosította ezt a standardot, úgyhogy 50-ről 45 évre szállították le a korhatárt, ami fölött javasolják 2 évente a mammográfiás vizsgálatok elvégzését, ultrahang vizsgálatot azt fiatalabb korban vagy gyakrabban is lehet végezni, mert ugyan nincs sugárterheléssel járó hatása a szervezetre. Ami az alternatív kezelési módokat illeti, hát én orvosként azt tudom mondani, persze attól függ, hogy mit értünk pontosan, vagy hol húzzuk meg az alternatív kezelési módszerek határát. Új kezelési módszerekről már említést tettem, tehát ezek a biológiai immunterápiás módszerek, amikkel tulajdonképpen a szervezet saját ellenálló képességét turbózzuk föl, és tesszük képessé arra, hogy a rossz indulatú sejteket felfedezzék, illetve tönkre tegyék. Ez talán inkább kiegészíti a jelenlegi tudományosan igazolt terápiás protokollokat. Hát igazán tehát nem tudnék olyan tudományosan és statisztikailag igazolt alternatív módszerről, sajnos nem tudok beszámolni, bár lenne, aminek statisztikailag igazolható eredményei lennének, tehát lehetnek egyéni csodás gyógyulások, de hát ezeket tudományosan sajnos nem sikerült igazolni, vagy ennek tudományos okát és mechanizmusát nem sikerült igazolni, és ezért a terápiába sem kerültek bevezetése. Ha lenne, biztos bevezetése került volna. Még egy utolsó kérdésem lenne ennél a pontnál, mégpedig az, hogy ki szokta megszabni a kezelési stratégiát egy emlőrákos beteg esetében? A kezelési stratégiát a jobb helyeken és a nemzetközi standardok szerint egy úgynevezett on-call team, tehát egy onkológiai betegekre specializálódott csapat, szakemberekből álló csapat határozza meg. Ennek része például egy sebész, egy patológus, egy onkológus, egy radioterápiás szakember, akár nőgyógyász is lehet. Hát a gond az, hogy nem mindenütt áll onkotím rendelkezésre, tehát kisebb megyei kórházakban, aki nem egyetemi központokban, ez kevésbé működik, ott általában egy onkológus szakorvos dönt arról, hogy mi legyen a követendő terápiás protokoll és stratégia. Egyetemi központokban, például Kolozsváron úgy tudom, hogy létezik ilyen megbeszélés, amikor is az összes eredményt összevetve több szakemberből álló csapat határozza meg a terápiás teendőket egy beteg esetén. Köszönöm szépen. Rozália, visszatérek hozzád, és szeretnélek még kérdezni erről a kezelési időszakról, hogyha még eszedbe jutott más részlet ezzel kapcsolatban, de legfőképpen arról szeretném, hogyha beszámolnál a következőkben, hogy milyen volt neked ezt a kezelési időszakot átvészelni. Ugyebár említetted, hogy nem egy rövid időszak volt ez, és hogy fizikailag és pszichikailag megterhelő egy ilyen kezelés, viszont
kihívást jelentett ez az időszak megélni a mindennapi életet? Szükséged volt arra, hogy lelki támaszt kapjál? Ki volt az, aki melletted volt ezekben a nehéz pillanatokban? Tehát erről, hogyha tudnánk részletesebben beszélni. Hát, hogy hogyan éltem meg, és hogy kihívás-e, arra azt mondhatom, hogy nem könnyű megélni ezt, és nagy kihívás. De azt is el kell mondjam, hogy én egy olyan személy vagyok, aki optimista. Próbálja a jó oldalát nézni a dolgoknak. És ezt érdekes módon a kezelés idő alatt úgy nővérek is elmondták, hogy érdekes mód, hogy nem látnak szomorúan menni a terápiás kezelésre. És rám is kérdezett az egyik, és mondta, hogy hogy létezik ez? Mert mindig általában mindenki nagyon stresszesen, most nem azt mondom, hogy nem voltam stresszes egyáltalán, de próbáltam olyan oldalról megtekinteni ezt a dolgot, hogy abból jobban jöjjek ki. És elmondom azt az esetet, ami érdekes volt, hogy tehát mondhatom azt, hogy jaj, már megint itt a kezelés, vagy azt mondtam, hogy végre itt a kezelés, és nekem mindig ez volt. Tehát már az első kemoterápiás kezelés után én úgy voltam vele, hogy fú, teljene már ez a 3 hét. Uh-huh. Nem azért, miért annyira vártam a kezelést magát, és az utána való helyzetet, hanem az, hogy egyel kevesebb van. Uh-huh. Tehát így néztem én elébe a dolguknak. Persze nem mondhatom azt, nagyon mély pontjaim voltak sokszor, nem igazán volt, úgyhogy nem igazán akartam beszélgetni, de nagyon ritkán fordult ez elő, tehát nem volt gyakori, nyitott voltam, és én úgy gondolom, hogy a nyitottság sokat segít az emberen. De ami a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy az Istenbe vetett hit, az nagyon sokat tett ehhez, hogy tudtam haladni előre, és csak előre nézni, és nem próbálni a rossz oldalát. Persze nem tudtam kizárni azt a gondolatokat, mert azok jönnek, de viszont mindig helyre tudtam hozni ezt a gondolatot, hogy mégis a jó felé irányuljanak a gondolataim. Hát, ha azt kell mondjam, hogy kik segítettek át rajta, nagyon sok ember lenne, nem fogok néven említeni senkit, viszont el szeretném, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek a családomért, aki 100%-ban mellettem volt, a férjem, aki mindent megtett azért, hogy jó legyen, és néha lehet az is volt, hogy én voltam az, aki úgy éreztem, hogy most nem kéne beszéljen, és akkor úgy láttam, hogy na most ez nem esik jól neki, de viszont nem tudtam olyankor másképp tenni, de ezért ő nem haragudott, nem tett úgy, hogy ez most neki rossz lenne, de viszont ezek az időszakok nagyon-nagyon úgymond felkavarják az embert, és változik az embernek a természete, uh-huh. a hozzáállása, a hangulata. Uh-huh. Na de azt mondom, hogy ott volt a fiam, a menyem, akik teljes mértékben mellettem voltak. Nem volt könnyű nekik se, ugye ők is még egyetemi hallgatók voltak, vizsgák voltak, nem szerettem volna terhelni, azért voltak időszakok, amíg még el is hallgattam némely dolgokat, hogy ugye nem voltak otthon, nem láttak, nem tudtak mindent. Na, elmondtam nagy vonalakban nekik, hogy mi történik, de azért voltak, hogy ne terheljem, akkor inkább magamba zártam, vagy a férjemmel megbeszéltem. És azt kell mondjam, hogy én a Bálványosvárai Adventista közösséghez tartozok, és nagyon sok köszönet száll értük Istenhez. Elnézést. Nagyon sokat támogattak imában, mindenben, és ez nagy támasz volt. Tehát nagyon nehéz lett volna ezt megélni, ennek tudata nélkül. De nem csak az egyházunkról beszélek, hanem a faluból néha olyan telefonhívásokat kaptam, akiről
meg se álmodtam, hogy az, és is biztosított, hogy imádkozik értem, és ez minden épp, s nem csak váraiak, hanem nagyon, nagyon sok ismerős, úgyhogy nagyon hálás lehetek azok, azért, hogy olyan emberek vettek körül, akik bátorítottak. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos volt a részemre. Na, mindemellett voltak nagyon nehéz időszakok. Nagyon. A legnagyobb traumát, amikor átéltem, igaziból az volt, nem is mikor felfedezték, hanem amikor a hajam kezdett elhullni tincsekbe. Tehát a legeslegnagyobb. Még a műtét se volt olyan. Mm. Tehát ez nagyon nehéz időszak volt, de az Úr megsegített, és ezen is túlléptem. Nem könnyen, de túlléptem. Tehát nem sokat tartott, pár órányi, de az nagyon rossz volt, nagyon borzasztó volt, az nehéz volt megélni. De én azt mondom bárkinek, hogy túl lehet lenni ezen is, hogyha megpróbáljuk Istenbe vetett bizalommal arra gondolni, hogy az még ki fog nőni aztán. Tudnál egy picit röviden arról beszélni, hogy milyen volt a kezelésnek, a kemoterápiás kezelésnek a hatása, hogyan befolyásolta a te mindennapi életedet, mire voltál ez alatt az idő alatt, te képes, nem tudom, fizikailag, szellemileg, addig, ameddig eltelt az az időszak, amíg újból kellett menjél kemoterápiás kezelésre? Hát... Én áldásos helyzetben voltam, azt mondom, mert ugye, amikor kemoterápiás kezelésre jársz, nem egyedül vagy. Nagyon sokan vannak, és mikor láttam, hogy sokan milyen kínom mennek keresztül, már ott, az idő alatt kétszer-háromszor meg kellett állítsák, amíg az a perfúzió lement, az a kezelés a szervezetbe ment. Tehát nekem is egy alkalommal volt, hogy így kellett csinálnak, de az egy kis hiba volt csak, hiba miatt történt. De viszont én elég jól viseltem, tehát én hálát adhatok, nincs szavam a hálára a Jóisten felé, hogy mennyire jól tudtam. Nem azt mondom, hogy nem volt rossz. Tehát volt egy 3-4 napig volt ilyen gyengesség, nem is, inkább levertség, ami volt. Hát persze, hogy nem kellett az étel, az idő alatt, de amúgy egy hét után, tehát a másik két hét az nekem teljesen tudtam dolgozni, főleg az ötödik kezelése még nagyon jól tudtam mindent végezni. Tehát nem, nekem akkor nem kellett besegítsen senki semmit, én mindent elvégeztem, tehát nekem ezek nagyon, és újból is, mondom, hogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nekem nem voltak. Hát volt, hogy volt hányingerem, de nem úgy, hogy most ez... Kibíthatatlan. Egy kezelés után volt, amikor akkor volt, akkor hánytam, akkor sürgősségére kerültem, de viszont nem tartott egy-két napot, úgyhogy eléggé, ott is eléggé, na de az nagyon rossz volt, és elképzeltem azt, aki minden kezelés után és egy hétig is úgy viszi, nagyon nehéz lehetett. A kezelési módszerek közül, hogyha tudnád rangsorolni, sorba tenni, hogy melyik volt a legnehezebb, melyiket volt a legnehezebb elviselni, akkor hogy állítanád fel, melyik módszer terhelt meg a legjobban? A kemoterápia, az injekciós kezelés, vagy a műtét? Hát a kemoterápia az volt, ami jobban, mert nekem a műtét után is nagyon hamar felépültem. Uh-huh. Na, persze kellett egy bizonyos időszak, amíg erre jöttem, na, nem végezhettem dolgokat, de viszont nagyon hamar, de csak ugyan a kemoterápiás kezelés volt az, ami eléggé... Na, annak van pszichikai hatása, több minden. Doktor úr, mi tud egy támaszt nyújtani az emlődaganatos betegeknek a kezelési időszak alatt? Van erre szakmai tanács, amit szoktak a betegek számára ajánlani? Szerintem Rozália olyan szépen elmondta, és olyan szépen összefoglalta,
mindazt a nehézséget, amin át kell menni egy kemoterápián vagy egy daganatlan betegségen áteső betegnek, illetve olyan szépen elmondta, hogy mik is voltak azok a kapaszkodók, azok a támaszok az ő életében, amik ezen nehéz periódusan átsegítették. Természetesen onnantól kezdeném talán, hogy ugye ez egy harc, a kesztyűt föl kell venni, menekülni előle nem lehet, de rendkívül mértékben függ siker az illető beteg személyiségétől. Tehát, hogy bizalommal és a gyógyulásba vetett hittel forduljon az orvosok felé, legyen aktív az életmódja, amennyire a helyzete megengedi ezt. Nagyon fontos a pszichés státus. Én azt láttam saját tapasztalatból is a betegeimnél, hogy azok, akik minden stressz és pszichés sok hatására felemelték a fejüket, és azt mondták, hogy én ezen az úton végigmegyek, és egyik akadályt veszem a másik után, ahogy Rozália is ezt elmondta, ezek a betegek mindig könnyebben épültek fel, és a sikeressége a kezelésnek mindig jobb volt, mint azoké, akik elhagyták magukat, csak sötéten látták a helyzetet, nem hittek igazán a felépülésben, a gyógyulásban. Az egyén személyisége mellett természetesen meghatározó a közösség és a család mindenekelőtt. Ugye hát a család a legközvetlenebb közeg, ahol az ember a mindennapjait éli, és a családtagok azok, akik tulajdonképpen minden nap ott kell álljanak a beteg mellett, és benne a hitet ébren kell tartsák, és a reményt, és erőt kell adjanak neki esetleg a csüggett pillanatokban, és itt meghatározó, hogy kik azok az emberek, akik a beteg mellett állnak, és az ő hozzáállásuk milyen. Persze az is fontos, hogy mennyire érzik pszichológiailag. Nagyon sokszor hallom azt, hogy néha külső emberek egy-egy jó indulatonak szánt megjegyzéssel mekkora pszichés rombolást képesek végezni egy szenvedő beteg, vagy fordítva, ugye meghatározó a közösség, legyen az munkahelyi közösség, legyen az vallási közösség, hihetetlen erőt képes adni. Én azt szoktam javasolni a betegeimnek, hogy amennyiben a helyzet megengedi, aktívan próbálják élni az életüket. Tehát ha lehet, akkor ne az ágyban fekvést válasszák, még ha nehezebb is, könnyebb, persze kívülállóként mindig könnyű ezt mondani, annak, aki éppen egy rossz állapotban van, de amennyire lehet, próbálják meg aktivizálni magukat. A fizikai aktivitás bizonyítottan javítja a szervezet daganatos sejtekkel szembeni ellenálló képességét. És azt szoktam mondani, hogy ha tehetik a kezdeti terápiás fázis után, amikor a rehabilitációs fázison is túl van és stabilizálódott a helyzet, minél hamarabb térjenek vissza a hétköznapi aktivitásba, a munkájukat próbálják végezni. Itt azért azt szoktam mondani, hogy arra vigyázni kell, hogy a túlzott stressz az azért nem tesz jót a szervezetnek, az immunrendszerünket meggyengíti. Összefoglalásképpen azt mondanám, hogy nagyon fontos ebben a kezdeti induló stádiumban, hogy milyen üzenetet fogalmazunk meg a beteg felé. Mindig azt szoktam mondani, hogy manapság, vagy daganat, már nem olyan, mint 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt halálbetegségnek titulálták. Én azt kell mondjam, hogy a praxisomban, hát ha volt az elmúlt 5 évben 20 emlőrákos beteg, egyetlen egy sem halt meg közülük. Hála a jó Istennek, azt kell mondjam, hogy kezdeti stádiumban fedezték föl, vagy olyan jó kezelést kaptak, hogy még a kiterjedtebb daganatos stádiumban levő betegeim is hál' Istennek meggyógyultak, és visszatértek a munkamezére, vagy a hétköznapi tevékenységükhöz. Doktor úr, annak, aki nehezen viseli akár a kezelést, akár annak a hírét, hogy emlő daganattal kell szembeálljon. Megéri, hogy egy pszichológushoz ellátogasson? Mindenképpen. Tehát amennyiben valaki úgy érzi, hogy
nem képes feldolgozni ezt a helyzetet, és mindazok, akik körülötte vannak, családtagok, vagy munkatársak, vagy barátok, támogatók, nem képesek megadni azt a pszichés hátteret, hogy átsegítsék ezen a nehéz perióduson. Mindenképpen ajánlatos, hogy pszichológus segítségét is igénybe vegyék. Nem szabad hallgatni ezekről a problémákról, az nem tesz jót. Tehát a hallgatás, a bezárkózás, az önmarcangolás, az okok keresése, kutatása, önvád, ezek nem vezetnek semmi jóra. Igenis beszélni kell, nyíltan beszélni kell, nem kell szégyelni ezeket az állapotokat. Bármilyen nehéz is, föl kell vállalni, és őszintén nyíltan beszélni kell róla. Ha beszélni tudunk, meg is szabadulunk attól a tehertől, attól a lelki tehertől, amit ez a betegség jelent. Habár nem fog sikerülni az, hogy befejezzük a mai témát, és a hátramaradt pontokat is áttárgyaljuk, én hálás vagyok, hogy azokba, amelyekbe belementünk, és bele sikerült menjünk, valamennyire részletekbe menően sikerült tanácsokat is, jó gondolatokat megfogalmazni a nézőknek és a hallgatóknak. Én köszönöm, hogy velem voltatok a mai beszélgetésben, és hálás vagyok a tanácsokért, amiket megfogalmaztatok. És hogyha alkalom adódik, akkor, és lehetőség, akkor szeretettel visszavárlak, hogy folytassuk akár ezt a témát. Köszönök mindent, és minden jót, és sok egészséget kívánok. Köszönjük szépen mindjárt a nézőknek. Mi is köszönjük szépen. Kedves nézők, kedves hallgatók, ma két vendégem csatlakozott a Remény Sugár műsorában. Nagy Rozália, aki már rákkal diagnosztizált páciens volt a múltban, illetve dr. Láng László. Velük együtt sikerült egy néhány pontját átbeszélni a mellrákos betegségnek a diagnosztizálásáról, illetve beszélni a kezelési módszerekről, a pszichés állapotról, amit ez a betegség tud kialakítani, illetve a segítségnyújtásról, ami ezt illeti, ezt a betegséget illeti. Én hálásan köszönöm, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést, és nagyon nagy szeretettel visszavárom, hogy kövessék az adást, hiszen lesznek még egészségügyi beszélgetéseink, amelyekre nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket. De mindaddig minden jót és Isten áldását, sok egészséget kívánok az önök számára. A viszontlátásra!